Kell egy kis érzék hozzá, olyan, mintha tehenet hajtanál a jégen. Nehéz darab. Nem tudod előre, merre indul el. Hiába akarod, hogy erre menjen, a tehetetlenség egy ideig a másik irányba viszi. Ezt a drónt növények permetezésére építették. Hangos és lassú, ezért nappal lehetetlen nem észrevenni. Ez az oka, hogy a fronton éjjel vetik be az orosz állások ellen. Az oroszok Baba Yaga-nak nevezték el, a szláv népmesék repülő boszorkányáról. Most alacsonyan repül, de 20 kilométerre is fel lehet küldeni. A feladat az ellenség feltartóztatása, hogy a gyalogságuk ne jusson a mieink közelébe. Ha ezt a hangot hallják, a katonák megnyugodhatnak, mert ez az ukrán tüzérségtől jön. A nyugati muníció késése miatt az orosz belövések zaja a megszokott. Azokkal szemben az ukránoknak csak a drónjaik vannak. Ebben a garázsban a csapatmérnök próbál egy lépéssel előbbre járni az oroszoknál. A fő gond a drónnal való kapcsolat megtartása. A kormánytól kapott drónok ugyanazt a frekvenciát használják videóra és telemátriára, ami nem túl stabil. Ezek nem katonai eszközök, nem működnek jól valós helyzetekben. Nem messze a fronttól az egységmérnökek közösségi finanszírozásból fedezett antennákat és más felszereléseket helyez üzembe. Az itteni garázs tulajdonosát rég evakuálták, a szerszámait is itt hagyta. Ez a saját szerszámos készletem, mióta bevonultam, velem van. A tulajdonos cuccaihoz nem nyúlok, egyedül a csiszológépet vettem párszor kölcsön. Rendet teszünk magunk után, ha egy helyet elhagyunk, még a macskákat is mindig felhízlaljuk. Erről egyelőre szó sincs. Az ukránok nem hagyják el a garást, nem akarnak visszavonulni. Az oroszok Donyecki előrenyomulása ellenére a frontnak ez a szakasza viszonylag stabil. Hála ezeknek a házilag készített drónoknak. Ezen a helyen mélyen a föld alatt az információkat gyűjtik. A diszpécserek segítenek a drónpilótáknak megtervezni a repült útvonalakat. Ez egyre nehezebb, mert egyre több drón van a levegőben, amelyek egymást figyelik. A múltkor néztük a képernyőt, és láttuk, ahogy egy kamikáze drón üldöz egy másik kamikáze drónt. Egyszer csak felbukkant egy harmadik, hogy megtámadja az első drónt üldöző drónt. A Terminátor 2 filmzenéje jutott az eszembe. Néha az az érzésem, mintha ez már a gépek háborúja lenne. Azért a gépek háborújában is szükség van az emberi kreativitásra. Ebben pedig még elég jók az ukránok.